Hát azt hiszem, hogy az udvariasság mindenképpen azt kívánná, hogy megkérdezhessem az építész urat, hogy érezte magát a filmfelvétel közben. Igazából én arra emlékszem, hogy a lakásban két alkalommal voltak a Gyuriék, és utána jártuk az országot. Forgatási napban talán olyan 6 vagy 7 lehetett körülbelül, ugye, mert az ország két oldal végébe jártunk, meg ugye a várbeli lakásban, ami meg a várbeli helyszínen, úgyhogy olyan 5-6 nap lehetett a forgatás. Ha már ott van a mikrofon, akkor maradjon is egy kicsit ott, bocsánat. Azt szeretném megkérdezni, hogy hát azt azért a jelenlévők, a barátok bizonyára mindenki tudja, de ha nem tudná, akkor megemlítem, hogy Szomjas György is építészként kezdte. Ez volt-e a választás oka, hogy pont az akadémiai páros így alakult ki a filmkészítése, vagy mi volt a választás oka? Ki döntötte ezt? Nem tudjuk. Gondolom az akadémia köt szerződéseket, de hogy Gyuri építész volt, azt tudom találkozásból, de főleg azért, hogy fantasztikusan házakra koncentráltak. Igen. Nos, Lénes azért... Zoli is, Gyuri is, igazából mindig a házak beszéltek. Igaz, hogy én dumáltam ott, de a házak, a fotókkal, fényekkel, szerkezetekkel, talán ebben az építész is megnyilvánult. Hát én úgy gondolom, úgyhogy feltételezem, hogy a végső soron ez a film mindenki számára egy, tehát ami az építészről szólt, ha van egy elképzelésünk arról, hogy milyen az építész, ez az egész, az architektus egyáltalán, az most ebből a filmből sugárzott, mert igaz, hogy beszélt az épületekről, de láttatott is, úgyhogy itt nagyon szépen összedolgoztak. Egy olyan építészeti etika rajzolódott ki az én véleményem szerint, amely példaadó, de hát ezt sokan leírták és elmondták. Mi a véleménye Szomjas Györgynek arról, hogy ennek lesz-e hatása? Hát én, az építész kollégákra milyen a fogadtatás? Hát én nagyon remélem, nem tudom, hogy mennyi, én az építész társadalmat így nem nagyon ismerem, tehát remélem, hogy azért sokan fogják ezt látni, de hát Ferinek ugye most van egy nagyon nagy kiállítása itt az épületben, ahol ugye nagyrészt ezek a láthatók ezek az épületek, amikkel mi is dolgoztunk. Én talán annyit mondanék csak a filmmel kapcsolatosan, hogy nekem az volt a célom, hogy ez egy kettős célom volt. Az első az volt, hogy Ferit, mint személyiséget és mint karaktert bemutassam. Hát ehhez mondjuk adódott egyrészt, hogy elmondta a történetét. És a másik ugye az épületekről beszélt, és hát ha én valamennyire értek az építészethez, akkor az arra jó volt, hogy néhány fotóval, néhány sittel, amit ott a helyszínen fölvettünk, de túl sok lehetőség ugye azért nem volt, azzal megpróbáljam illusztrálni értő módon azt, amit ő elmondott. Tehát ez volt az én célom, hogy azon túl, hogy az ő beszédéből, az ő stílusából az ő karakterét megismerjük, párhuzamosan az épületekről is megtudjunk valamit, és hát mondom, az én feladatom annyi volt, hogy megpróbáljam képekkel illusztrálni azt, amit ő lényegében magától elmondott. Hát én minden ilyen riportban az a jó, hogyha a riporter keveset beszél, és a riportalany pedig minél többet. Úgyhogy ez volt. Akkor most rögtön meg is kérem arra, hogy örülök, hogy a jelenlévők is bizonyára megnézhették a megnyitón, valahogy említette György a gyönyörű kiállítást, ami itt a Vigadóban van, hát épp hogy néhány napja nyílt meg, és aki mégsem látta, azt ossza már meg a kedves eseményt, ki is szerepelt ott a családból? Mert hogy Winkler Barnabás nyitotta meg, hát azt igen, és tudjuk. Egy csodálatos kis énekkar volt a Pannonia Sacra gyerekeiből, egy kis szkóla. Gyönyörűen énekeltek. Az én unokám szólózott is, a Fülöp, Hanna is. Az egész háttérnek egy olyan csodálatos hangulata volt a fehér ruhás gyerekekkel, Andrea nénivel. Szóval valahogy az egész... termet betöltötte ez a hangulat.
De most nem is erről akarok beszélni, hanem egy nagyon érdekes tanulsága volt a mai estének. Nos. Ami egy nagyon meglepő dolog. Pali, én nem tudom Lujost mondani, mert a művészet történet is Kőpálként fogja őt évtizedeken, századokon keresztül mondani. A mesteréről beszélt, a Somogyi Józsefről. Én is a mesteremről beszéltem, erről a bizonyos kármelita atyáról. Ebben az egyik érdekesség az, hogy az 50-es években ottan a kármelita atya lakásának az udvarán pepecseltem, nem tudom, mit csináltam, és ez csak jött egy pasas, jóképű alaki, és nézd, hát ez a Somogyi József. Jön ki atya is, szerbusz Jóska, szerbusz Viktor, néztem, hogy... És akkor mondták nekem, hogy... Ilyet mondta az atya, hogy most azért menjek egy kicsikét kerékpározni. És kisült, hogy Somogyi József és Hegedűs Viktor osztálytársak voltak. Győrben a Bencés gimnáziumban, és egymás mellett ültek. És a Somogyi József eljött egy kicsit beszámolni a papnak, hogy ment az élete, nem tudom, hogy mit számoltak be. Azért azt emlékszem rá, hogy a Jóska kicsit könnyes szemmel jött ki. Még két alkalommal volt ilyen találkozás, ezt az egyiket én végignéztem, a másodikot csak hallottam, hogy mondja, megint nálam volt a Jóska. És jót beszélgettünk az életünkről. És most itt találkozik két ember, akinek úgy a mesterei is találkoztak, és ez teljesen meghatott. Fantasztikus. Hát sok meglepetés ért minket, pláne így egymás után, és nagyon örülök, hogy ezt felelevenítette Somogyi mester, ahogy a Kőpalinak, a Lujosnak a vallomásával kiderült, egy... hát mondjuk különleges sztori előadásával úgy lehetett látni, hogy nem akárki volt. Akik ismerték, tudták, hogy egy robosztus személyiség, és meghatározta a légkört, és valahol azt gondolom, hogy kedves Lőrs, amikor te beköltöztél a műtermébe, azért egy kicsit ez rád is hatott, ez a Somogyi Jóskás életszerető magatartás. Nem tudom megállni, hogy a mikrofont hadd adjam oda a másik rendező úrnak először, hogy valamit megkérdezzek, kedves János. A helyzet az, hogy a művész alkotásairól már mint a Lujoséről láthattunk több filmet. De ilyet, ami a portré szerűséget, hogy így mondjam, teljesen a hétköznapi szintre belemászik az illető életébe, ilyet nem. És én úgy gondolom, hogy ez a ti dokumentumfilmes látásmódotokat erősen magán viseli. Jól gondolom? Hát mondjuk itt rögtön azt kéne megjegyeznem, hogy hát majd kicsit beszélgetek egész portré sorozatról is, mert ez egy sorozat végül is, itt a, ebben van belül ez a filmes tagozaton belül működik egy ilyen Szőcs István műhely, és ott szerveződnek legalább. És eddig már az akadémikusokról 100 fölötti portréfilm készült el, és mondjuk az is ide tartozik, hogy MMA tagok is készítenek filmeket, de az minimális, mert 16 filmet csináltak eddig ebből a 100 fölöttiből, és azt hiszem 79 vagy mennyit, azt meg külső filmesek, tehát be vannak oma. Többek között például itt is tényleg itt történt szinte a választás, meg a földkérés, tehát hogy aki az építészethez élt, akkor olyan filmet csinálja a filmet, vagy aki a zenével foglalkozik, irodalommal, tehát akkor ez nagyjából úgy, és hogy eddig úgy zömében ezek sikerültek is. Na most, de viszont még azt akartam elmondani, illetve konkrétan a kérdésre, hogy ezekből a filmekből már tavaly elkezdte a Duna World vetíteni ilyen 8-asával filmeket, és például pont a Lujos filmet azért nem választották be, mert hogy lehet egy filmet úgy kezdeni, hogy eszik egy ember a film. Igen, hát ez meglepő volt valóban. Igen, de ugyanakkor szóval én most ez nem egy ilyen tudatos dolog volt, már mint vágásilag igen, de felvételben, tehát nem kértem meg, hogy legyen, hanem amikor bementünk hozzá, jó, meg volt beszélni, meg régóta, tehát már látszik a 2000-ben is forgattunk, meg már előtt a 80-as években is találkoztunk ezekkel a március 15-ünnepségeken,
de hogy tehát meg volt beszélve a forgatás, és akkor rögtön, amikor bementünk, hát eleve egy nagy stáb, csak ketten voltunk végül is, és akkor mondtam, hogy Rúzs, mondta, hogy lehet, hogy talán mondtad, hogy enni fogsz, és mondtam, nyugodtan, csináld úgy, mintha itt se lennénk. És attól fogva ezt, hogy tudomásul vette, ez majdnem az egész forgatás alatt, és hát ugyanakkor meg egy kicsit akkor elkezdtem forgatni, és valamennyit benne is akartam hagyni, szóval ebbe az egészbe is, hogy számomra sokkal fontosabb az, hogy ő már, mint a, most nem csak ő, vagy mondjuk egy film szereplője, vagy a film alanya, hogy ő jól érezze magát, és ne feszengjen, és ne kelljen rákényszeríteni, hogy most ide üljön, vagy oda jön, ahova akar ülni, vagy ahova akar menni. Nagyjából ezt persze ezt kézzel kell forgatni is, tehát kézikamerát használok, és hát szóval, na most azt hiszem talán Lujos se zavarta ez, hogy mondjuk ennyire ma hagytuk, hogy éljen egy kicsit. Odaadod a mikrofon. Hát akkor mennyire zavarta a filmfelvétel a kedves művész urat, kedves Lujos, hát téged? Nem nagyon zavart, mert mi Jánossal ismertük egymást, sőt Gyulát is ismerem, és figyelek a dolgaikra is. És az, hogy ez úgy jött létre, ez fogalmam sincs, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a közvetlensége, az, hogy Marika volt ott, igaz, ő köhögött egy kicsit, mert erős dohányos, de ezt nem azért mondom, én is erős dohányos voltam. Elszívtam egy 10 000 pici rudacskát, de ez jó volt, szenvedély, dohányzás szenvedély. Most már nem szívom. Mit akartam mondani? Fogalmam a kérdés sincs. Az mindjárt elkerült tőled. Azt szeretném akkor megkérdezni, és inkább csak úgy, hogy közösen, hogy milyen nagyszerű gondolatot vetett föl itt a kedves Török Ferenc, hogy a mesterekről volt szó. Én úgy vettem észre, hogy azért van itt más is. Az építész lelkéből a pedagógus nagyon sugárzott, és a növendékekre mindenütt kitért, úgyhogy egy olyan panorámat, képet kaphattunk, amiből úgy kiderült, hogy azért nem akár milyen volt az a műhely. Valaki azt írta Török Ferenc személyiségéről, hát sok folyóirat, cikk, illetve könyv, nem sok, hát jelentősek foglalkoznak vele, hogy egy láthatatlan műhelyet mégiscsak kialakított. Hát én ezzel abszolút nem tudok egyetérteni, mert láthatóak az épületek, a munkák, és hát olyan munkatársnak fogadta el, kezdettől fogva kollégaként tekintett mondjuk a növendékeire, hogy használjuk ezt a szót. Milyen ennek a mai visszasugárzását? Itt volt a kiállítás. Egy kicsit beszéljen erről, milyenek voltak a visszakapcsolódások a munkáiról. Van-e olyan, amikor valaki azt mondja, hogy de jó lenne, ha megint megnézni, hogy mit dolgozik? Még a legnagyobb élmény az volt, hogy rengetegen voltak. Egyszerűen én is elképedtem, hogy nem is a nemzedékek, de évtizedek hallgatói jelentek ott meg. És az ember azért fölismerte az arcokat, sok helyen nem is tudtam, hogy kicsoda. Egyet tudtam mindig a keresztnév. Én mindig a hallgatókat keresztneven szólítottam. Tehát azt tudtam, hogy jött a Ferenc, aztán egy jó 5-6 perc, hogy ez a Marosi Ferenc. Szóval nagyon-nagyon megható volt tényleg, hogy ennyi évfolyam és ennyi gyerek összejött azon az estén. Hát 4 évtized a Műszaki Egyetem egyébként tényleg leghíresebb tanszékén, hát még szép. De hogy most ezen az estén így összejöttek, ez nagyon csodálatos. Épp ma volt egy telefon, egyik kedves hallgatóm hívott föl, hogy tudod, Feri, az volt ebben az estében a legszebb, hogy a legkülönbözőbb hallgatók világnézetileg, politikailag, ambíciójukban, művészi, ezek mind együtt voltunk. Szóval ez valami, egy olyan összeköttetést teremtett, és lehet, hogy te is benne voltál ebbe. Esetleg megkérdezzük a közönséget, hogy a látottakhoz van-e valami hozzátenni valójuk, mert azt ígértem, hogy kevesebbet beszélek, mint szoktam, pedig nagyon szeretek. Úgyhogy most akkor a közönségi lenne a terep. Visszük a mikrofont, ha valaki úgy gondolja, hogy
bármilyen kedves, kritikus, humoros, hallottam, hogy nevettek egyesek, amikor Lőjös jókat mondott, mások meghatódtak, amikor a gyönyörű szakrális tereket ismertette meg velünk az építész. Tessék! Láttam itt a portréfilmben, hogy Kőpál művész úr nagyon ragaszkodik az alkotásaig. Olyan szeretettel simogatta meg az alkotásokat, szobrokat, hogy kicsit naív kérdés, de milyen érzés az, hogy elszakad egy művész a saját alkotásaitól, főleg, ha ennyire kézzel foghatóak, mint a szobrok. Hú, pokoli, nincsenek együtt. Te azt mondja, együtt vannak a múzeumban. Milyen múzeumban? Az csak egy kiállítás, te, hogy hol vannak a munkák? Szanaszéjjel. Valóban pusztulok el, hogy miért nincs minden munkám ott. Na most feleségem, aki lehet, hogy itt van, vagy nincs, itt nem tudom, megérkezett, vagy nem, azt mondja, hogy azért vagyok én teljesen sötét gangster, mert eladok egy szobrot, mert kell a pénz. És aztán kicsit évtizedek múlva visszavásárolom. Mert annyira hiányzik. Nekem nagyon hiányzik a munkám. És ha megengeditek, most elmondok egy olyat, ami hát tényleg pokoli helyzetben van. A Finta Jóskának a Bécsi kávéházához csináltam egy nagy színes domborművet, fadomborművet. És hát ugye szétszették a kávéházat, tralalalalala, és a domborművet hova vitték? A lifttel szembe, egy szűk folyosóra. 10 méteres a munka, 3 méter magas, és tele van figurával. És mondtam, hogy hát ez ennek a halála. Én ezt el akarom innen vinni. De hát ez nem olyan, mint egy pohár, vagy egy üveg, vagy egy dosszé, fogom és megyek vele. Nagyon sok minden kellene, hogy ez összeálljon, hogy én azt onnan el tudjam vinni. Most azon töprengtem még a drága Oláh János barátomért, hogy a szövetségbe kellene oda fölvinni, mert ez nem másról szól, mint József Attila meghívta Thomas Mann-t. És az ő beszélgetésük és találkozásuk, és a sok-sok figura az ugye a századot jelzi, és jelen vannak. Az élet milyen érdekes, hát hogy is mondjam, sajátos rendező. Mert azt azért el kell mondani, hogy 2016-ban a mai időkben az nem véletlen, hogy sokan foglalkoznak ezzel a gondolattal, amivel az építész úr megajándékozott minket, és a cím, ami kiválasztatott. Hát ez fantasztikus, hogy miket tanulhatunk egymástól, vagyis, hogy ennek a hídvéliségnek fontos szerepe van, és ez különböző karakterű alkotókból, de mind a Lujosból, mind pedig Török Feri építész úrból csak úgy árad, hogy keresni kell a valahová való tartozást. Hát ki hogy találta meg? Én azért szeretném megkérni, hogy ezzel kapcsolatban még a kicsit fejtegessék a nézetüket, akár mind a ketten. Én nem akarnék ilyen magas régióba szállni. Én egy dolgot jegyeznék meg a mai estével kapcsolatosan. Szerintem ez nagyon szerencsés volt, hogy ez a két film került egymás mellé, mert rendkívül pregnánsan mutatta azt, hogy két nagyon különböző karakterű emberről két nagyon különböző karakterű film készült, és ez valahol szerencsésnek érzem, mert úgy, lehet, hogy egyben a magam lovát is dicsérem, de úgy érzem, hogy hát valamelyest eltaláltuk a stílusát a művészeknek, és hát ez volt a feladat. Mi ebből szerettünk volna egy rendszert, sőt el is kezdtük, ez a második ilyen 10 darabos sorozat. Szóval az inkább egy kicsit talán szerencsétlen, hogy jobban meg lehet jegyezni, mondjuk akár, hogyha egymás utáni heteken, vagy mondjuk páros heteken lennének ezek, hogy akkor össze-vissza kapunk sajnos időpontokat, és nem tudom, hogy valószínűleg nem is tudunk mindenkit értesteni, és lehetne egy olyasmit is, hogy ha akinél van egy névjegy, az valahogyan lerakja, és akkor, hogy értesteni, hogy mikor lesznek a következők. Megpróbáljuk tartani azt az egyensúlyt, hogy minden tagozatból lehetőleg azonos számú filmek, nem egészen, mert a tagozatok se azonos számúak,
és hogy lehetőleg mindig két különböző tagozatbeli akadémikussal készült portré kerüljön itt vetésre, mert akkor az egyik iránt érdeklődő legalább megismerkednek egy másikkal is, sőt, még az szerencsés, sőt, úgy is gondoltuk, hogy még az akadémikusokból is lehet, hogy sokkal többen lesznek itt, hát egyelőre még lehet, hogy kevesen hallanak ezekről a vetítésekről, mert szerintem tanulságosak mindenképpen ezek az életutak, és hát tehát reméljük, hogy jobban tudjuk ezt folytatni. És ezt hogy választjátok a sorrendet? Az első két évben, ez úgy durván 12-től indult el, akkor még így majdnem ilyen olyan választás alapján volt, hogy a rendezők választhattak, és akkor átalakult arra, hogy a tagozatvezetők jelölik ki, és akkor oda próbálunk ajánlani egy rendezőt, és akkor ezt egyeztetjük persze természetesen az akadémikussal is, hogy elfogadja, és akkor utána így készülnek a filmek. Érdekes volt a Lajos, hogy hát visszavásárolja, meg eladja. Én az építész nem tudom eladni, meg visszavásárolni. Ez hátrány a szakmának. De volt arról szó, hogy mi történt, mi a múltja, mi a jövője egy ilyen háznak. Engem meglepette, hogy Gyurékkal jártuk az országot, és a templomok körül valami csodálatos rend volt. Minden környezeti elem, kert, belső, a virágok az oltáron. Szóval olyan szeretettel van körülvéve egy ilyen templom, hogy ez megdöbbentett. De ugyanakkor mentünk egy másik házhoz, Gyuriék fotózták is a nunciatúrát. Most, hogy ki van állítva egy pár kép, újra akartam fotózni. Lehetetlen. Teljesen átépítették. Hogy kik, fogalmam sincs. De egy számos ilyen épület van, érdekes módon mindig középület. Azok változnak. Ez a templomnál ez egy csodálatos volt, hogy ennyire szeretik meg. Akik itt jelen vannak, nagyon jó kérdés volt, hogy készülnek a filmek. Bizonyára kicsit jobban tudják, de azért hadd legyen egy biztatás arra, hogy az akadémiának rengeteg olyan törekvése van, hogy közel hozza a közönséghez az alkotók nehézségeit. Most nem ez, hogy hova lesz a műtárgy, de ilyen témák is szerepelnek, mi lesz a hagyatékokkal egyáltalán. De most, mikor egy-egy film elkészül, akkor tulajdonképpen annak próbál mindenki örülni, hogy milyen gazdag szellemi és gyakorlati kincsestára van ennek az országnak. Úgyhogy miközben kénytelen vagyok megjegyezni, hogy folyton valami rossz hírrel fogadjuk egymást, hogy hallottad, mi történt. Én pedig azt szeretném, ha úgy mennénk el, hogy hallottad, hogy milyen fantasztikus szeretettel simogatta meg a Kőpali, a Lujos a szobrait, vagy hogy milyen szeretetet árasztotta Török Ferenc építész úrnak minden egyes szava. De még egy csomó dologot föl lehetne vetni, ha már itt vagyunk, hogy ez is egy organikus gondolkozás, csak másféleképpen, mint ahogy eddig beszéltünk róla, vagy hogy lehet összekötni az eget a földdel, vagy mennyi mondani valója van egy szociológiával döntően foglalkozó filmesnek az alkotóművészről, mert azért ez benne van a Gulyásféle filmben, és amikor meg azt gondolom, hogy a művészek közelébe élő másik filmrendezőnek kifejezetten ez a szelíd alázat sugárzott a filmből, hogy mi lenne, ha a főszereplő tényleg maradhatna főszereplő, de azért tisztelettel. Hát és így tovább lehet folytatni. Ugye láttam Vánca Lacát a filmben, aki hát országos cimborám, és hogy vele már csavarogtunk, meg hát milyen tájakat jártunk be. De nem is azt akarom én mondani, hanem volt még egy érdekes, ami a Feri filmjéből előjött, hogy került ő a várba, hogy került oda lakni. Hát nagyon érdekelt engem, azért is érdekelt, mert most elmondanám, drága Feri, ha elmondhatom, hogy én hajnám kerültem a Uri utca 13-ba lakónak. Mert én itt dolgoztam a várba, mint restaurátor palánta, és
pontosan a Uri utca 13-ban dolgoztunk, és Csemegi József professzor volt, aki ott rajtunk tartotta a szemét, és ügyelt rajtunk, és hogy mint történt ez, én kaptam egy olyan feladatot, hogy a sarkán a háznak volt egy vakolat. Várjál, vakolat. Fel volt állványozva. Azt mondja, hallgass ide, kisfiam, azt mondja, téged megbízok, mert látom, hogy egy ilyen vidéki gyerek vagy, te nem fogsz engem becsapni. Azt mondja, ezt locsolgast. És akkor hetekig, hónapokig locsolgattam. Nem tudtam semmit róla, mert ő sem mondta. De azt mondja, ezt hidd el, hogy ez fontos. Jó. Én fontosnak is véltem, mézteljel locsolgattam, bekevertem, locsoltam. Na, és akkor egyszer csak megjött a Csemegi, és azt mondta, na, hozz egy lanzettát. És akkor fogta, és elkezdte piszkálni, és előjött az oroszlánnak egy kicsi sörényré. Még nem tudtam, hogy oroszlán, hogy egyfejű, kéttestű oroszlán, de egyszer csak a csoda elindult, hogy ezt én okoztam, mert különben, hogyha előbb leszedik, akkor az egész tönkre megy. És azt mondta, hogy hát látod, ez volt a megbízatásom lényege, hogy itt van egy ilyen csodálatos műtárgy, egy oroszlán, amelyiknek két teste, egy feje van, és hát én arra gondoltam, hogy én itt neked lenn az Úri utca 13-ba egy lakást felajánlok. Mert én ezt most megtehetem. És hát ott hol voltam, fenn a penyekbe. Én fogok a várba, vagy egy süttyó, most jöttem föl Pestre, pár éve, talán 10 éve, ne azért. És hát teljesen oda voltam. Bementem, megnéztem, Görömbei Imre bácsi, aki a brigádvezetőnk volt, egy csodálatos ember, és hát volt mindenkinek egy brigádja, nekem ő volt a brigádvezetőm, Görömbei Imre bácsi. Szóval, hogy na gyere, palikám, nézd meg, azt mondja, ez lesz a te lakásod. Hát mondom, jó, hát persze. De hát ez nem olyan egyszerű, meg így próbáltam én szabadkozni. Nem nagyon értekelte Imre bácsit ez, hogy én most mit mondok. Viszont az már érdekelt engem is, meg őt is, mikor körülbelül egy olyan 4 nap múlva megjött, és azt mondta, hát testvér, van egy rossz hírem. Meghalt a Csemegi. És hát akkor ez egész füstbe ment. Őt nagyon-nagyon-nagyon nem csak ezért szerettük, hanem azért, mert egy nagy tudású ember volt, egy fiatal ember, és hát váratlanul halt meg infarktusban. Úgyhogy így nem lettem én Uri utca 13-as számú lakos. Köszönöm szépen a kedvességüket, hogy kijöttek a színpadra. Hálásan köszönöm a mindenki nevében a filmeket, a műveket. És mi köszönöm, hogy itt lehettek. Köszönjük, igen. Viszontlátásra.